Szerintem a hazai írók körében senki nem hasonlít annyira Liszt Ferencre, mint hazai Attila. Bár mondjuk a Parti Nagy is hasonlít egy kicsit. Sokak szerint ő az első magyar minimalista író. Ő ezt a minimalizmust, ezt a szakácsművészetben vagy a jégkorongban épp úgy megéli, mint az irodalomban, hogy a zenéről már ne is beszéljünk, mert amit zene terén művel, az tényleg full minimál. Kicsit elkéstünk, nem? Hát nagyon úgy tűnik, igen, mert iszonyú forgalom volt, de remélem megvár mindenki. És tegnap Pozsonyban voltunk, és itt még nem jártunk, nem tudjuk, hogy kb. Mi lesz, de itt a legnagyobb a magyar tanszék állítólag a Szlovákiában. Tehát ide többen járnak, mint a Pozsonyira, ahol a Grendel Lajos van. De azt nem tudom, hogy számban mennyit jelent, de tegnap is egy 50 ember volt azért. 40-50. Itt kell bemenni? Aha. Akkor kinyitom az ajtót. Feri, mész előre? Megnézem, mi van. Aha. Én oda megyek. Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát nagyjából azért vagyunk itt, mert ti sok régi irodalmat tanultok, hogy legyen egy találkozás a mai vagy a legfrissebb irodalommal is. Én íróként, prózaíróként, műfordítóként dolgozom, angol irodalmat, történelmet, nyelvészetet tanultam Budapesten, ahol születtem. És most egy rövid regény részletet hoztam nektek, ez az új könyvem, ami valószínű tavaszra készül el. Nagyjából egy nő szemével a világ. A címe Zsuzsa lesz, vagy Fanni, még nem tudom. És ez, amikor a Fanni, vagy a Zsuzsa kicsit elkeseredetten egy ilyen mai, nagyon luxus multi céghez megy el egy állásinterjúra. Elmozdulás címet adtam ennek a rövid részletnek. Szeretem, ha a munkatársak Fanninak szólítanak. Értek a marketinghez és a jogi levelezéshez, dolgoztam rajz és modern tánc oktatóként. Szociológus diplomám Londonban szereztem, itthon pszichológiát hallgattam, és tavaly egy olasz szakácsiskolát is elvégeztem. Szépen nyújtva, túlhangsúlyozva ejtettem ki a szavakat, aztán egy pillanatra behunytam a szemem. Nem tettem hozzá, hogy leginkább a testi kapcsolatok jelentenek számomra valamit, hogy a szeretkezést, a szerelmeskedést imádom, bolondulok érte. Úgy érzem, számomra ez nem csak a férfi és a nő közti kommunikáció csúcspontja, hanem rendszeres testi szükséglet is, melyre spirituálisan és mentálisan is szomjazom. Nagyszerű. Mi az üdülő láncunk, a nyomdánk, a reklámcégünk, valamint a sajt, joghurt és szalámi gyártó üzemeink számára keresünk munkatársakat. A férfinak úgy hiányzik a nő, mint kis rigónak a napi betevő. A férfinak úgy hiányzik a nő, mint kis gólyának a napi betevő. Mindenben egy kicsit talán tökéletesebb, mint Magyarország. Szlovákia. Igen, eleve ugye észak az mindig ügyesebb, okosabb, tökéletesebb, mint dél. Uh-huh. Van egy ilyen történelmi, aztán van, aki nem ért vele egyet, de itt érezni, hogy az emberek is valahogy szebbek, nem tudom, egészségesebbek, a föld is. A föld. És a nők gyönyörűek. Ha, általában ott ez a szláv, germán típus, ami itt még inkább van, mint Budapesten. Uh-huh. Hideg, hűvös, gyönyörű szépségek, akik okosak is, szerintem matekban is nagyon jók a szlovákok. És a termőföldről te honnan tudsz? Hát, hogy kinéztem a vonatablakon, és láttam, hogy nem az a földön vagyok, hogy nem minden homokos, hanem ilyen hatalmas, tehát Magyarországnál szerintem nagyobb területek egyben vannak tartva, megművelve, és olyan fekete, barna, olyan
Zsíros a föld, de nem tudom. Zsíros, kövér. Olyan. És kövér a legelő, igen. Természetesen a reklámmarketing az egyik kedvenc területem. Olyan feladat lenne ez számomra, amit el tudnék végezni és élvezném is. Bírom a terhelést. Amikor például a mellemre, a hátamra vagy a hasamra tapad valaki. Amikor hozzám ér a bőre. Nem mondtam a felvételi bizottságnak, hogy imádom az érett férfiakat is, akik túljutottak már a pályakezdés buktatóin. A kiszámíthatatlan, vad, vagány férfiakat, épp úgy, mint a teremtő, értelmes, higgadt, igényes férfiakat. A kinézet alapján döntök, mely szerintem nagyjából minden evilági tulajdonságunkról árulkodik. Olvastam egy hasonló könyvet, megint nem jut eszembe az író neve. Hapszódia volt a műfaja, és egy szőrös kortárs író írta, és szőrös? Igen, szőrös, és van kerek az arca. Ezt nem jó, hogy mondom, azt hiszem, mert hogyha ő is... Nem, mert ez mindenki tudja, hogy kétféle kortárs író van, a szőrös és a szőrtelen. Megvan, Partina Lajos könyve volt, és az is egy hölgy szemével volt. Volt láttatva, mégpedig nem a Hősöm tere, hanem a Sárbogárdi Jolán könyve, amit Parti Nagy szintén megírt. És a Csokonai Lilia, az Eszterházi is írt. Tehát ez, hogy a világ női szemmel, ez már van több magyar regény. De a Mészöly Miklós kezdte szerinted, ő volt az első, de a világirodalom meg tele van ilyen művek, hogy férfiak nő nevében írnak könyvet. De ez a legérdekesebb a fikción belül, tehát hogy te elképzelsz valamit, ennél meredekebbet elképzelni, hogy te, mint nő, írod a könyvet, azért az már nagy kihívás. Az nagyon meredek, igen. Igen, úgy látszik, hogy ez a Claudia Schiffer tanszékről most nem jött ki ez a 25 gyönyörű lány, aki miatt itt átsorgunk, úgyhogy csak a termőföldet tudjuk még egyszer megdicsérni. Meg is mutatjuk. Különösen például ilyen leveleket nem akarsz megdicsérni, ott még van. Uh-huh. Vagy a füveket, hogy ezt a füvet, ezt nézzük. Ez milyen szép, tehát, hogy mennyivel, ez a szlovák fű. Zöldebb. De azért hasonló, tehát én érzem rajta, hogy ez még a Kárpát-medence Közép-Európa, de... Magyar fű is lehetne, de nem magyar fű, szlovák fő, és ez a gyönyörű, színű látszik, igen. Valahogy élénket. Irigylésre méltó. Hello. Ők nem beszélnek magyarul sajnos. Igen, de mégis a témába vág, amiről beszéltünk. És te hogy vagy, amikor itt ránézel valakire, és mégsem a barátnőd, és mit érzel, hogyha... Hát nekem így eleve furcsa az egész, mert nekem az anyukám szlovákul beszélt hozzám, mondjuk 3 éves koromig, mert Pozsonyba születtem, ezért, hogyha itt egy lány így elkezd hozzám szlovákul beszélni, akkor egyből ilyen mélyen érint. Hát érteni, és érzed ezt a genetikai közösséget is, hogy rögtön ráugranál a szlovák testvéreidre? Hát ezt lehet, genetikai közösségnek is lehet mondani. Vagy közelség. Közelség, tehát, hogy azért te valahol ilyen sváb-szlovák gyerek vagy, nem? Igen. Az a baj, én egy ilyen kicsit zárkózott ember vagyok. Uh-huh. Nem mutatom ki az érzelmeimet, nekem olyan szinten meg tud tetszeni egy nő, akit én szépnek tartok, hogy én egyfolytában csak fékezem magam, de gondolom más is így van vele, hogy ne derüljön ki, hogy rám olyan nagy hatása van. Úgyhogy még itt az előadóteremben is direkt vigyáztam, hogy nehogy sokáig nézzek egy lány szemébe, mert nagyon tetszett 2-3. De miért fékezed magad? Hát, vagy azt a lányok pont, hogy értékelik, hogyha kimutatod a... Igen. Nem? Vagy hát nem? Értékelik, de akkor abból valami származik, biztos. Vagy hogy érted, lehet, hogy lesz. Van. Igen, és akkor arra meg nincs szüksége az embernek inkább. Csak gyönyörködik, hát most itt vagyunk egy napot, most pont itt házasodjak meg. Szerintem az nem normális, amit én néha érzek, hogy egyszerre egy nap 40 lány nagyon tetszik. Tehát ez nem működhet így a társadalom, hogy ezt még kifejezi az ember, és akkor beszól nekik, és így, nem?
igen, ott az egy vesztes. Ott az étterem, vagy hova jövünk? Vesztes helyzet. Most mi egy kollégiumba, ami azt mondta, hogy jobbra van. Tehát rossz irányba jöttünk. Igen. Mert balra jöttünk. Igen. És ott jobbra kellett volna. De te figyeltél, hogy mit mondott, hogy merre kell menni? Igen. Jó. Attól független nem biztos, hogy megtalálom, de figyeltem. Szóval még eszedbe jut valami? Igen, igen, hogy tulajdonképpen most egy ilyen szlovákiai turnén vagy, és hogy ez a szlovák-magyar kulturális kölcsönhatásról így mi derült ki számodra eddig a turné során? Szerintem ez egy minta kéne legyen, tehát a szlovák-magyar barátság, vagy a szlovák-magyar kulturális élet az egy minta, hogy ez legyen a legjobb, mert ennél szerintem még sajnos rosszabb is van, tehát Szerbiával, vagy Romániával. Talán az irodalom volt mindig is az első ilyen húzó ág a kultúrában is, vagy akár a politikában is Magyarországon, hogy mindig itt volt a legelőször a legprogresszívabb dolgok itt történtek. Úgyhogy szerintem, ha ebből indulunk ki, az irodalom, az működik a szlovák-magyar viszonyban. Talán sokkal jobban, mint a politika, aha, vagy a gazdaság. Mert a politika az hol tart? Hát azt gondolom, most pont épp egy megint hullámvölgybe került. Nem tudom, hát hosszú távon az kéne, hogy olyan jóba legyünk velük, mint a lengyelekkel vagy a csehekkel, nem? Egyébként ez nem is olyan jó termőföld, de csináljunk úgy, mintha jó lenne. Mi nem mondott szar? Ez nekem kemény itt. Ez nem is zsíros. Egyébként ez eleve miért zsíros a termőföld, én ezt nem értem. Mert nem homokos, fekete és könnyen nő belőle a növény, tehát tele van ilyen ásványokkal, vagy mit tudom én mivel. És ez most akkor olyan? Ez most az egyik leggyönyörűbb szlovák termőföld, igen, ahova direkt jöttünk, hogy mindenkinek megmutassuk, hogy akkora, mint a Balaton, és gyönyörű, egységesen semmi nincs itt sehol mögöttünk. Olyan, mint egy jó regény, nem? Annyira egyszerű, vagy olyan, mint amit meg se írtak. És jól érzed itt magad? Tetszik ez a kis utazás? Vajon hoztunk? Feri, belágyzó mester. És nem búvik elő belőled a riporter, nem árasztasz el kíváncsi kérdésekkel? Attila, hogyan lettél íróvá? Hát honnan meséljem neked? Ezért ez több lépésben történt. A pályakezdés nehézségei nem érdekelnek, hanem a berobbanás érdekel. Ja? Aha. Hát az a robbanás, úgymond az első könyvem után volt már. De úgy olyan 25 évesen szerintem, tehát először novellákat publikáltam, és aztán a Cukorkékség, amit Feri álnéven írtam akkor, az 92-ben. Végül is engem onnan ismernek azóta is, meg az volt az első, meg talán az egyik legnagyobb ilyen csattanás tőlem, vagy a Budapest is kizó, meg inkább még a Szilvia szüzessége, amit úgy bírtak meg, amikor úgy beszéltek erről az egész irodalomról, vagy erről a látásmódról, amit képviselek. Ami? Hát ez, amikor egy ilyen be is katujáztak, hogy minimalista próza, tehát én vagyok az egyik, vagy egy legkorai minimalista magyar prózaíró. És akkor hát én ezt megkaptam, ezt a bélyeget, és próbáltam kitalálni, vajon mit jelent ez, meg miért kaptam. Mi volt a kérdésed? Az volt a kérdésed, hogy ami, nem? Ez hogy is volt? Ami? Minden regényben szeretnék valami újat mondani, tehát nem ugyanazt még egyszer megírni. Tehát ezért nekem is fejlődni kell, meg változni. Nyitni más felé. Úgyhogy ezt mindig újra fogalmaz az ember, hogy számára mi a minimál. Tehát én nem csak ezt a realizmust érzem mögötte, meg ezt a szikár precizitást, vagy magát a hiányt, mint dramaturgiai szervező elem, az fontos benne. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy nem írok le egy dialógust, vagy nem mondok el egy érzést, de ott kell legyen mögötte, uh-huh, meg kell érezze az olvasó. Tehát ez a hiány, ez fontos még benne talán,
Meg nekem, ami most egyre inkább, hogy én elkezdtem ugye ezt kiterjeszteni úgy, hogy mondjam, nem csak művészetekre, hanem politikára, gazdaságra, életformára, hogy az, vagy konyha művészetre, vagy azon belül mi a minimál, vagy minimalizmus. Mondjuk konyha és számomra, hogyan? Igen, hogy általában mondom először, aztán akkor számomra egy jó dolgot jelent. Tehát nem azt, hogy meg vagy fosztva valamitől, és ilyen tök kicsi vagy, és nincsenek lehetőségeid, hanem inkább így keresni egy ilyen minimális színvonalat, akár így nemzetileg, vagy öntudatilag, vagy gazdaságilag, amiben te már jól vagy, és azt mondod, hogy kösz, ez így nekem elég, én tényleg tudok boldog lenni ilyen minimális körülmények között, mint például egy egyszerű kertes ház, vagy egy francia minimálbér, ami vicces, hogy az 250 ezer forint, tehát egy minimális szinten ember lehetsz tőle. Tehát nem egy hajszolás a dolgoknak, meg a díszítésnek, meg a gicsnek, meg a profitnak, meg, hanem egy olyan normális emberi élet. Nekem ezt is jelenti közbe. Tehát, hogy kicsik a vágyaim, de azért jól akarom érezni magam. Ez is minimál. Konyhaművészetre vonatkoztam. Konyhaművészetre. Hát, ha vicces akarok lenni, akkor az tök minimál, hogy mondjuk reggeli helyet mondjuk a fejedhez vágok egy szelet vajas kenyeret. Tehát szalvéta meg tányér nélkül. Az mondjuk lehet, hogy minimál. Te mit teszel? Hát én pisztrángot választottam. Ez az egyik legjobb hal szerintem, és szeretem. És te? Te is valami nagy millió. Egy csúlyukat. Az jó lesz, akkor megnyugszunk, és mindenről fogunk tudni beszélni. Nyitrán ott lekéstük végül az ebédet. Mi az, ami foglalkoztat? Ilyen, nem az irodalomban, meg nem ilyen, hogy akkor most a minimalizmustól, te milyen távolságra vagy, hanem így konkrétan. Hát elsősorban, ami mindig is talán foglalkoztatott, hogy egy bizonyos fajta harmóniába kerülni úgy a világgal, meg önmagammal. Hogy ne egy ilyen szenvedés, vagy egy keserves dolog legyen ez maga az egész létezésem, vagy az, hogy én emberré válok lassan, és maga a gondolkodás érdekel engem leginkább, hogy gondolkodunk, vagy mitől, és hogy csak az ember, vagy esetleg a delfin is, vagy a kutya is, vagy a kő, például a buddhisták szerint, hogy a víz gondolkodik, vagy az ufók, ottan szépen ugyanúgy gondolkodnak, mint mi, és hogy akkor őket is a jó Isten teremtette, vagy csak minket, vagy minket se. De maga a gondolkodás, hogy ez mitől van, és ez hogy van, és szerintem ez az egyik legnagyobb dolog a világon, hogy az örömet tud okozni, hogyha valami jó gondolatot támad, nem? A fejeden belül történik valami, aminek te örülsz, hogy igen, most írtál egy verset, vagy rendeztél egy rövid filmet, vagy akármi zenéltél valamit. Zenélsz is. És ez, mondom, ez a gondolat, ez izgat benne, vagy a gondolkodás megfejtése. Meg az is érdekes, hogy amit így pedzegettünk, a zenélés, hát lehet róla, de én prózaírónak tartom magam elsősorban, és azt meg, aki ismeri, az hál' Istennek, az nagyon jó, eljönnek a koncertekre, de az egy ilyen bizonytalan és teljesen underground dolog, ami hát nem az a minőség van kitűzve, amit én a regényben szeretnék. Tehát Pepsi-re ne szállsz akkor rá, plány. Teljes. A nőnek úgy hiányzik a férfi. A nőnek úgy hiányzik a férfi. Mi nyúlnak a koffer. A nőnek úgy hiányzik a férfi. Férfinak úgy hiányzik a nő. Kis rigónak a napi betevő. Férfinak úgy hiányzik a nő. Kis gólyának a napi betevő. Férfinak úgy hiányzik a nő. Kis rigónak a napi betevő. Hány számotok van, mondjuk a Pepsi-re számoztam? Annak szerintem 4 vagy 5, most az teljesen új dolog. A Bárdoság is benne volt, Karafiátors is a Szigeten. De a régi együttesben volt több is, tehát ilyen 1-2 órát elzenélgettünk sok helyen.
mielőtt beletéreztem, akartál valamit mondani, az mi volt? Hát akartam, igen, amit nem pedzegettünk itt, ez a hittel, vagy a vallás, hogy itt vagyunk Esztergomban, a bazilika, meg ilyesmiről. Azért én egy ilyen teljesen ateista korszakban születtem, 67, tehát az iskolában minden osztályfőnöki órán, minden héten elmondták, hogy nincs Isten. Akkor a gimiben a földrajztanár úr, aki a párt, ő elmagyarázta, hogy nincs Isten földrajzórán, és eleve így nőttünk föl, és otthon se izélgettek. És akkor aztán úgy változik az ember, meg idősödik, és teljesen átgondolja ezeket, meg filozófiát is tanultam, meg tehát sok, hogy Isten meghalt, nincsen, vagy sose volt, vagy meghalt a világháborúban, vagy a 19. században. Tehát, és mégis mondják, hogy ehhez hit kell, hogy ezt csak hittel lehet felfogni. Engem ez zavart a legjobban, hogy én meg nem, tehát én kételkedem, én miért higgyek. És akkor valahogy odáig csűrtem, csavartam, meg ilyen taoizmus, buddhizmus is érdekelt nagyon, hogy nem igaz, hogy csak hittel lehet hinni, hanem értelemmel is lehet. És hogy én erre jöttem, és egy csomó ember, akire felnézek, vallásos, vagy tényleg hisz, és hogy én értelem által eljutottam odáig, igen, hogy valószínű tényleg van ez az Isten, ez az egyetlen egy, vagy a keresztény Isten, mert különösen, hogyha a görögöknél volt 40 Isten, akik össze-vissza paráználkodtak, meg lövöld, vagy verekedtek, és aztán a mohamedánoknak is megvan az Istene, még van vagy 10-15 Isten, aki konkrétan tudjuk, hogy Egyiptomban, Mexikóban hittek benne az emberek, akkor miért pont a miénk ne létezne? Tehát valahogy így visszakanyarodtam, de nem úgy, mint egy ilyen hitbuzgó vagy vallásos ember, hanem rájöttem, hogy igen, ez nagyon fontos, akkor is, ha mi találtuk ki az Istent. Tehát ha nincs, akkor is van, ha megvan, akkor meg hál' Istennek, akkor van. Akkor hál' Istennek van. Napot, jó szurkolást kívánok, kedves nézők! Svédország hetedszer vagy Finnország először? Ez a nagy kérdés a jégkorong világbajnokság döntőjében. Na most ez egy 43-as majdnem. Az is jó. Próbáld föl, jó? Gyere, bejössz ide a edzőibe. Na, ez jó lesz. Mr. Bombastic! We are some bombastic, romantic, fantastic lover. She called me Mr. Bombastic, fantastic. Nem úgy, mint egy gerinc férves. Igen, most egy illúzió, most elhiszem, hogy egy hofis vagyok, nem is író. Ez ilyen jubileumi dolog, mert 33 évvel ezelőtt 6-7 évesen a Fradiban, a Szendebánál, meg a Szigibánál hokiztam először. És ez gyönyörű dolog, ez a fehér jég, ez a sima dolog, ami 40-50-nel megy az ember, és egész más a világ a pályán, mint a pályán kívül. És én nagyon megszerettem, elég vad sportnak mondják, de azzal együtt nagyon jó. Hogy hagytad abba, vagy miért? Hát kiöregettem, és nem mi voltunk a legjobbak, 8 évig, 15 évesen körülbelül hagytam abba. Akkor eleve Magyarország le is csúszott a C-csoportban, és valahogy, nem tudom, úgy alakult, hogy talán muszáj is volt. Bemutatom, jó? Hogy hívnak, milyen? Hazai Attila vagyok. 30 évvel ezelőtt ugye okkizott itt a Fradiba kezdte, szíve vágy, hogy újra visszatérjen a jégre, szerelésbe, ugye? Így van. És jó, kösz jó a lehetőséget, igen. Ő a győztes, bravo! És egészen hatalmas volt! Minden esetre lenne nagy iparkodás, ha minden gólt tudnának ütni, akkor a szovjetek is rá lennének kényszerítve a nagyobb erőbe dobásra, és kihagyják a helyzeteket. Kapula lövés, az idő pedig megy, Epscheid, most egy lövés, amely levágódik. 1 perc, 15 másodperc. Itt van megint a vádat, ott az érkező ember! Gól! 3 De nagyon jó!
Élveztem nagyon, most belelendültem volna, de jó, hogy nem. Vasárnap, Fradi, Nyugvasárnap. Jó, megnézzük, fényolt. Jó. Hó, köszönöm, aranyosak vagytok, kösz minden. Sziasztok. Ciao.